Közel 300 óvodapedagógus volt jelen a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesület által szervezett 16. tavaszi találkozón, melynek helyszíne ezúttal Győrménfőcsanak volt. Az Egyesület 2000-ben alakult, és azóta minden évben kétszer gyűlnek össze. Az őszi találkozót hagyományosan Szentendrén Naskanzenben tartják, a tavaszi kétnapos találkozónak viszont mindig más település ad otthont. Az idei házigazda szerepét betöltő Ménfőcsanaki óvoda szívesen vállalta a felkérést. Egy kis gondolkodási idő után büszkén elvállaltuk, hisz ez a rendezvény dr. Varsi Ernő tanár úr emlékére történt, és úgy érezzük, hogy kötelességünk volt ezt elvállalni, hisz az ő tanítása, munkássága az óvodánk mindennapjaira nagy hatással van. A mai napig is az ő rábaközi gyűjteményéből válogatjuk a gyermekjátékainkat, és ezért vállaltuk a házigazda szerepét. Az Egyesületbe tömörülő óvónőknek és óvodai testületeknek az a célja, hogy bemutassák, átadják és megismertessék a legkisebbekkel elődeink hagyományait. A 16. tavaszi találkozót Barsi Ernő néprajzkutató emlékének szentelték, mivel az egykori főiskolai tanár sokat tett a hagyományok megőrzése érdekében. Elment közülünk tavaly, de itt hagyott egy olyan értéket, olyan kincset az emberségéből, abból az elkötelezettségéből, hogy ő azt mondta, hogy szeretem a népem, és hiszek benne, tehát valahol nekünk ezt folytatni kell, és máshol nem lehet folytatni, a megerősítést megkapni, ott azon a vidéken, tájon, ahol ő a legtöbbet tett. Az ország minden részéről, sőt még a határon túlról érkezett óvodapedagógusok tömegéből is jól látszik, hogy sokan vannak, akik fontosnak tartják a néphagyományok ápolását. Itt sok győri óvodában is hangsúlyos szerepet kap a népi játékok, mondókák, gyermekekkel való megismertetése. Annak ellenére, hogy Győr városa ugye gazdasági súlyáról híres, az óvodák nem veszik félváról a néphagyományok megismertetését, illetve átörökítését a gyerekek számára. Több győri óvodában is, elsősorban a kertvárosias környezetben működő óvodákban is az ászlajukra tűzték ezt a tevékenységet az óvodapedagógusok, és ennek egyik ékes bizonyíték a Ménfőcsanaki óvoda tevékenysége, aki felvállalta ennek a konferenciának a mai megrendezését is. A kétnapos konferencián a szakmai előadások mellett a Bezerédi kastélyt is megtekintették a résztvevők.